digitális iskolai környezet 110 millió forintból 4 oktatási intézmény digitális környezetének kialakítása kezdődött el a kisvárdai tankerületi központhoz tartozó iskolákban. Környezetbarátabb közlekedés, 2 új elektromos autóval bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal gépjármű flottája. Élelmiszerlavina, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 település vesz részt a Vetőmag programban, a terményeket nehéz sorsú embereknek adják majd. Millió forintból 4 oktatási intézmény digitális környezetének kialakítása kezdődött el a kisvárdai tankerületben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kisvárdai tankerületi központhoz tartozó iskolákban nem csak eszközbeszerzés és infrastrukturális fejlesztés valósul meg, hanem nagy hangsúlyt fektetnek majd az oktatók szakmai felkészítésére és továbbképzésére is. Ennek keretein belül a pedagógusok workshopokon, videokonferenciákon és szakmai napokon vesznek majd részt, évente több alkalommal. Így rakta ki a Rubik kockát 23 lépésből 84 másodperc alatt az a Lego robot, amelyet a nyírmadai általános iskola diákjai készítettek. Az intézmény folyamatosan fejleszti az eszközparkját, és most egy újabb EFOP-os pályázat segíti majd a munkájukat. A kisvárdai tankerületi központ 5 járás állami fenntartású köznevelési intézményei közül 4-et választott ki a digitális környezet kialakítása című programra. Az Ófehértói Általános Iskola, a Tuzséri Általános Iskola Tiszapezdéri Tagintézménye és a Kisvárdai Általános Iskola mellett a nyírmadai Patai István Általános Iskola részesül abból az összesen 110 millió forintos támogatásból, amely 36 hónapon keresztül segíti majd az intézmény fejlesztését. 557 diákunk van most az intézményben, és 16 digitális táblát használunk. A digitális táblák már azért 5-6 éve érkeztek az elsők, és azóta is bővítünk. Eleinte azért nem túl sok pedagógus próbáltak, de indultak a pedagógus képzések, meg megismertük az előnyét. A másik az, hogy nem is tudjuk nem használni, mert a gyerekek folyamatosan igénylik. Tehát amikor ilyen órán részt vesznek, egy idő múlva a következő órát is így szeretnék, ők egy olyan képi világban élnek már, amit nem tudunk enélkül. És azt veszük észre, hogy már ahol nincs tábla, olyan soknak tűnik ez a 16, de mi már megint szeretnénk, mert még az alsó tagozatban szívesen bővítenénk, még van olyan nyelvi termünk, ahol nincs, és nagyon hasznos lenne a nyelvet tanuló gyerekek számára. Tehát még mindig szeretnénk a lehetőségekkel élni, hogy bővítsük ezt az állományt. A digitális táblákon kívül más eszközök beszerzésére is pályáznak majd. Egyedülálló módon például 3D nyomtatót is igényeltek. A több 10 millió forintos támogatást nem csak eszközbeszerzésre és az infrastruktúrális fejlesztésre fordítják, hanem a pedagógusok szakmai továbbképzésére is. Ennek keretein belül workshopokon, videokonferenciákon és szakmai napokon vesznek majd részt évente 4 alkalommal. Kiképzésre kerülnek pedagógusok a tankocka vonatkozásában. A tankocka az megalapozza azokat a új módszereket, új szakmai módszereket, ez egy új digitális fejlesztési módszer és eszköz tulajdonképpen, megalapozza azokat a szakmai megújítási mozzanatokat, amelyeket a pedagógusoknak át kell venniük. Ez a Lego vonatkozásában is ugyanígy fog megtörténni, tehát magyarán képzéseken vesznek részt a pedagógusok. Amikor ez megvan, akkor mindannyiuknak fejenként és évente 10 darab mintaprogramot kell kitalálniuk, és azt bevezetni az iskolában, és elkezdődik ezeknek a mintaprogramoknak a kipróbálása, összesen 84 óra terjedelemben. Ezeket a programokat felülvizsgálják, és ha jól működnek, megosztják nem csak a kisvárdai tankerületi központ intézményeivel, hanem akár az ország más iskoláival is. 2 új elektromos autóval bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal gépjármű flottája, ezzel jelentősen csökkent az immár 118 autóval rendelkező járműpark átlag életkora. Az új személygépkocsikat a Nyíregyházi Járási Hivatal természetvédelmi főosztálya és a megyei hivatal postaszolgálata használja majd. Hangja nincs. Hát nem nagyon. Indexelünk.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal követi a technológiai változásokat, ezért az eddig szolgálatban működő 116 autó mellé most két új, tisztán elektromos autót állítottak be. A középkategóriába tartozó járművekben 5 ember utazhat, így alkalmas lesz a napi hivatali ügyek intézésére. Ezen túl két elektromos autó is rendelkezésre áll a kormányhivatalnak. Az egyik a természetvédelmi főosztályra fog kerülni, a másik pedig a megyei kormányhivatal postajáratát fogja Nyíregyháza városon belül teljesíteni. Most már nagyon jó adottságokkal rendelkezik Nyíregyháza is, mert hogy töltőállomások találhatóak. Arról nem beszélve, hogy ezeknek az autóknak az üzemeltetése az rendkívül gazdaságos, így nem csak hogy a környezetünket kíméljük, hanem talán megtakarítani is tudunk a kiadásainkból. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a két autó használatán a sikeren felbuzdulva későbbiekben újabb ilyen személygépjárműveket is vásárolhatunk a hivatalnak. A jó tapasztalatok alapján én biztos vagyok benne, hogy ebben az irányban még tovább fogunk haladni. A Nemzetgazdasági Minisztérium által létrehozott e-mobi elektromobilitási non-profit Kft. Idén 84 tisztán elektromos személygépkocsit vásárolt, amelyek közül 80-at már átadtak és használatba vettek a kormányzati hivatalok. A beruházás célja, hogy a kormány által elfogadott Jedlikányos cselekvési program részeként megvalósuljon az elköteleződés a tisztán elektromos gépjárművek használata iránt. Most két ilyen került a szabolcsi kormányhivatalhoz. Ebben kizárólag elektromos villany meghajtással működő berendezés van, energiatároló berendezéssel, akkumulátorral, illetve egy 100 kW-os villamosmotor hajtja a járművet, nulla károsanyag kibocsátással rendelkezik, és ez azért fontos, mert a nagyvárosok lakói számára mindenfajta emisszió kibocsátástól mentesen lehet közlekedni. Nem pöfög az autó sem 1 litert, sem 3 litert, sem 15 litert az ablakok alá. Az autók hatótávolsága elérheti a 300 kilométert is egyetlen töltéssel, így teljes körűen ki tudják szolgálni a hivatal dolgozóit a megyén belüli ügyintézések során. Egy ilyen autó közel 10 millió forintba kerül. A tavalyi összeg kétszerese 100 millió forint áll rendelkezésre idén a súlyosan mozgáskorlátozottaknak gépkocsi beszerzésre az Autó Plusz 2018 pályázat keretében, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Cibere Károly elmondta, az Autó Plusz elnevezésű pályázatot először tavaly írta ki a minisztérium, arra több száz igény érkezett, ezért a 2018-as költségvetésben megduplázták a keretet. Így idén 100 millió forint áll rendelkezésre két körben. Az első körben már 17 nyertest hirdettek, a második körre pedig május 31-ig lehet beadni a pályázatot. Az államtitkár hangsúlyozta, a pályázatban a visszajelzések alapján számos korábbi feltételen módosítottak. Nincs olyan feltétel, hogy kötelező felvenni hitelt az autópluszban. Nincs márkakötöttség. Tehát, hogy milyen márkájú autót kell venni, nincs az a belőség. Modellkötöttség sincs, nagyobb a támogatás összeg, hiszen ez is egy fontos kérés volt, hogyha lehetőség van rá, akkor ezt is növeljük. És az Auto Plusz programot ilyen formában, ezekkel a kondíciókkal 2017-ben adtak először egy óvatos 50 milliós keretre. Országosan 34 önkormányzat, oktatási intézmény és civil szervezet kapott értékes vetőmagokat az Élelmiszerlavina programban. A burgonyát és a különféle zöldségféléket az elmúlt napokban vetették el, mintegy 40 hektárnyi földterületen. A terményeket nehéz sorsú embereknek adják majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 település vesz részt a programban. Hamarosan az uborka vetési munkálatok végéhez érkeznek leveleken. Közel 30 fő dolgozik a csaknem egy hektáros területen az idén 10 éves élelmiszerlavina adományozási program keretein belül. Levelek nagy községe 2 évvel ezelőtt pályázott először a civil iránytű alapítvány által kezdeményezett programra, akkor hagymára és burgonyára sikerült sikeres pályázatot nyerni az önkormányzatnak. Az élelmiszerlavina program célja a környéken élő nehéz sorsú családok segítése, ezt már Borsodi László Levelek polgármestere mondta, aki hozzátette, a betakarítás végén több kilónyi zöldséget vihetnek haza a programban résztvevők. Ebben az évben jelentősen csökkent a dolgozóink létszáma, Istennek legyen hála, Levelek is azon települések közé tartozik, ahol a közfoglalkoztattak létszáma jelentősen csökken.
Elsősorban őket vonjuk be, hiszen így tudunk többletjuttatást, többletjövedelmet adni nekik, hiszen ezt, amit élelmiszerben megkapnak támogatásként, ezt otthoni felhasználásra tudják a saját étkezésükre felhasználni. Ebben az évben az alapítványtól burgonyát kaptunk, sárgarépát, zöld borsót és salátát kaptunk, amelynek nagy részét már elültettük. A borsót két ütemben fogjuk elültetni, az első ütem már el lett ültetve, a másik ütemre majd kicsit később kerül sor, hogy ne nagy mennyiségben egyszer érkezzen be majd a borsó. Az élelmiszerlavina programban országosan összesen 34 főként hátrányos helyzetű település vesz részt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Levelek mellett Panyola, Biri, Bökőny, Tuzsér, Nyírkarász és Nyírkáta is sikeresen pályázott. A kézzelfogható segítségen túl a programnak azonban más fontos célja is van. Az élelmiszerlavina program célja az az, hogy helyi kistérségi összefogás generálva egészséges élelmiszert állítsanak elő saját maguknak az emberek, és ezen keresztül megtanulják azt is, hogy hogyan is kell kertjeikben zöldséget termeszteni. Éppen ezért a program kiírásában is nagyon fontos elvárás a pályázóktól, hogy biztosítsanak szakmai vezetést a programtól egy helyi agrármérnököt, kertészmérnököt, aki irányítja gyakorlatilag a folyamatokat. A program indulása óta már több mint 140 ezer ember kapott segítséget. Csak nem 10 ezer ember bevonásával több mint 1000 tonna termény betakarítása történt meg, és került nehéz sorsú családokhoz. Használt hűtőgép alkatrészek gyulladtak ki kedden délután Nyíregyházának Kinizsipál utca egyik telephelyén, ahol a lángok 150 négyzetméteren csaptak fel. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral és munkagép segítségével oltották el a lángokat. A katasztrófavédelmi mobillabor folyamatosan méréseket végzett a helyszínen, egészségre káros értékeket nem mutattak ki, személyi sérülés nem történt. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság egykori munkatársának festményeiből nyílt kiállítás Nyíregyházán. Radványi Ildikó kezdetben pasztellel gyakorolt, majd később olaj- és vízfestékkel készített tájképeket és portrékat. A tárlat május 25-éig díjtalanul megtekinthető a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság épületében. Vizes tájkép, csendélet, kifejező portrék. A teremtett világ csodáinak az ábrázolása a célja Radványi Ildikónak. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság egykori munkatársának képeiből kedden nyílt kiállítás Nyíregyházán. Radványi Ildikó a megnyitón úgy fogalmazott, azért fordult a művészet felé, mert nyugdíjasként végre azzal foglalkozhat, amivel már gyerekkor óta szeretett volna. A festő tanonc kezdetben pasztelkrétával alkotott, majd később az olaj- és vízfesték felé fordult. Azt festem, ami tetszik. Hál' Istennek, jó Isten nagyon sok szépet teremtett, és én egyre több szépet látok a világból, és ez a festészetnek köszönhető. Az alkotó munkáját Stonovszki Tamás segíti 2 éve. A festőművész egy kiállításon látta először Radványi Ildikó képeit, amelyek egyből megtetszettek neki. Nem adta fel, mert nagyon, nagyon nehéz elkezdeni ilyen ennyi év után, amikor másra foglalkozik az ember és nyugdíjba megy. De ő mégis ezt vállalta, és mindig fel tudott állni, hogyha elkeseredett akkor is, és hát meghozta a gyümölcsét ez a sok-sok kitartás. Ez körülbelül majdnem már 2 éve volt. Hát itt a tálatnál lehet látni, hogy az rengeteg munka van benne, és az út is lassan kezd kikristályosodni. Az igazgatóságnál nem egyedi eset, hogy valaki művészi vonalon próbálja ki magát, nagy múltja van a munkatársak alkotói tevékenységének. Az elmúlt 65 évben mióta az igazgatóságunk fennáll, erre szinte mindig volt példa, és legutóbb 2011-ben egy múzeumok éjszakája rendezvényen egy kiállítást szerveztünk a kollégáink, volt kollégáink alkotásaiból. Ennek nagy része az igazgatóságon volt, múzeumban és irodák falán, másrészt a családtagoktól kértük kölcsön, és nagy örömünkre meg is kaptuk. Így aztán egy nagyon szép kiállítás jött össze, és látható, hogy ennek hagyománya van. Ma is aktív kolléganőnk van, aki alkot, és örömünkre Ildikó, Radványi Ildikó is a festészet rakta a fejét. A tárlat május 25-éig díjtalanul megtekinthető a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság földszinti tárgyalótermében.
Négy díjazott sportembert köszöntött a megyeházán Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke. A Magyar Sportnapján Barta Dénes Kerezsi Endre díjat, idősebb Székely Zoltán Eszterházi Miksa díjat vehetett át a Magyar Tudományos Akadémián. Jávorszky György és Szekér Lászlóné pedig miniszteri elismerő oklevélben részesült. 18 évvel ezelőtt határozott a magyar kormány arról, hogy május 6-át a magyar sport hivatalos napjává nyilvánítja. A sport sikeréért fáradozók munkájának elismerésére díjakat alapítottak, amelyekből ez évben 22-t adtak át. Elismerést kapott többek között Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó és Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó is. A 22 díjazott közül négyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét képviselték. Ez valóban egy olyan elismerése a megyei sportéletnek és abban annak a munkának, amelyet itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében végeznek a szakemberek, amely mindenképpen figyelemre méltó és mindenképpen elismerésre méltó, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a négy ember Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tevékenykedik hosszú-hosszú évek óta, és valóban olyan eredményeket érnek el, olyan gyerekek és olyan sportolók kerülnek ki a kezeik közül, akikre nem csak a megyébe vagyunk büszkék, hanem országos szinten is, és hát bízunk benne azért, hogy ezt a munkát majd, amelyet végeznek, ezt tovább is tudják adni. És a megyei sportélet, ez, a sportéletnek ez bizonyos fokú garanciát jelent majd arra, hogy a későbbiekben is nagyon, nagyon sok sportolóra és eredményre leszünk majd büszkék. Szekér Lászlóné a nyíregyházi Bemben kezdte pályafutását, jelenleg a Vasvári Gimnázium testnevelője. Nevéhez számos diák olimpiai siker fűződik. A pedagógus az iskoláskorú gyerekek sportszeretetére nevelésében elért kiemelkedő munkájáért részesült miniszteri elismerő oklevélben. Én igazán általános iskolában kezdtem a munkámat, majd később kerültem a Vasvári Pál gimnáziumba. Nem tudok olyan gyereket általános iskolában, amikor első osztályba bejön a tornaterembe, hogy nem szeret mozogni. És akkor innen induljunk ki, hogyha a gyerekek szeretnek mozogni, akkor próbáljuk kialakítani azt, hogy a későbbiek során is ne utasítsák el a mozgást, sőt, váljon igényük ki az, hogy mozogjanak és szeressék a testnevelést. Barta Dénes neve összefordult a Zrínyi gimnáziummal és a kézilabdával. A szakember nyugdíjba vonulása alkalmából négy évtizedes kiemelkedő iskolai testnevelői edzői tevékenységéért a megyei és országos utánpótlás nevelésért vehette át a Kerezsi Endre díjat. Az Európa bajnoki cím Portugáliában 99-ben a legnagyobb siker, és nagyon-nagyon büszkeség tölt el, amikor arra gondolok, hogy ugyanezzel a korosztállyal világbajnoksággal harmadikok lettünk, és hát a sok középiskolás aranyérem, középiskolás világbajnokságok, az NB1-ben eltöltött időszakok, ezek azok, amik felemelő érzése az embernek, és szívesen gondol vissza rá. Barta Dénes és Szekér Lászlóné mellett a sport népszerűsítésében a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztési érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként Eszterházi Miksa díjban részesült Időszékely Zoltán. Jávorszky György, a nyíregyházi Sipkai tagintézmény vezető helyettese, a testnevelés terén végzett tevékenysége és a kosárlabda népszerűsítésében végzett munkája elismeréseként kapott miniszteri oklevelet. A hétvégén újabb korosztályos kosárlabda döntőt rendeznek Nyíregyházán. Péntektől vasárnapig a kadett korú, azaz U16-os fiú kosarasok B döntőjének ad otthont a tiszavasvári úti sportcsarnok. A Schreiber József által irányított hazaiak a körmendi törpördögök ellen kezdik a tornát. Két héttel ezelőtt a juniorok fináliát rendezték meg Nyíregyházán, ezen a hétvégén pedig a kadettek lépnek pályára. A legjobb 8 csapat Szolnokon harcol majd az érmekért, a B-döntőnek viszont a Tiszavasvári úti csarnok ad otthont. A Nyíregyházi Sportcentrum együttesének egészen a rájátszás végéig esélye volt arra, hogy a keresztjáték során az A-döntőbe jutásért játszon, azonban az eredmények úgy alakultak, hogy néhány pont az ellenfelek javára döntött a versenyfutásban. Sajnos egy hajszálon múlott, hogy esetleg keresztjáték segítségével nem jutottunk be az A-döntőbe, de szerintem nem lehetünk elégedetlenek, hiszen a regionális bajnokságtól ez volt a célunk, hogy legalább egy B-döntő sikerre jön összehozni, és itt bizonyíthatunk. Most hazai pályán játszunk, és szeretnénk minél jobb eredményt elérni, és ennek fényében fogunk neki menni pénteken a körmendnek. Bodnár Balázshoz hasonlóan Kuruc Ádám is tagja volt a két hete bronzérmet szerző junior csapatnak. A fiatal kosaras szerint a motivációval a kadetteknek sem lesz gondjuk. Én úgy gondolom, hogy így év végére főleg elég jól összeszokott a csapat. Nagyon motiváltak vagyunk, és úgy gondolom, hogy a B-döntő mindenki a legjobbját próbálja adni. A mezőny igen kiegyenlített, de úgy gondolom, hogy itt hazai pályán, hazai környezetben igen jó esélyünk van sikeresek lenni. A lebonyolítási rend szerint a 8 csapatot 4 párba sorsolták. A kieséses rendszerű tornán a hazaiak a körmend ellen tehetik meg az első lépést a 9. hely megszerzése felé.
Egyedül őket nem ismerjük, az összes többi csapattal találkoztunk. Annyit tudok róluk, hogy általában zónát védekeznek, készülünk is rá természetesen, és ami még természetesebb, szeretnénk minél előrébb végezni. És mindenek előtt a gyerekek miatt, mert annyira oda tették magukat, olyan partnerek, tulajdonképpen barátokhoz jövök. A torna programja pénteken 13 órakor a Sopron-Vásárhelyi kosársuli mérkőzéssel kezdődik a Tiszavasvári úti sportcsarnokban. A folytatásban a Kőbánya-Pécs és a Baja-Zalaegerszeg találkozó következik, a Nyíregyházi Sportcentrum körmend meccsen pedig 19 órakor dobják fel a labdát. Másnap a győztesek a felsőházban, a vesztesek pedig az alsóházban folytatják. Vasárnap döntenek a csapatok a végső helyezésekről, a finálé 15 órakor kezdődik majd. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 110 millió forintból 4 oktatási intézmény digitális környezetének kialakítása kezdődött el a Kisvárdai Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban. Az intézményekben nem csak eszközbeszerzés és infrastrukturális fejlesztés valósul meg, hanem nagy hangsúlyt fektetnek majd az oktatók szakmai felkészítésére és továbbképzésére is. Ennek keretein belül a pedagógusok workshopokon, videokonferenciákon és szakmai napokon vesznek majd részt évente több alkalommal. Két új elektromos autóval bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal gépjármű flottája. Ezzel jelentősen csökkent az immár 118 autóval rendelkező járműpark átlag életkora. Az új személygépkocsikat a Nyíregyházi Járási Hivatal természetvédelmi főosztálya és a megyei hivatal postaszolgálata használja majd. Országosan 34 önkormányzat, oktatási intézmény és civil szervezet kapott értékes vetőmagokat az Élelmiszerlavina programban. A burgonyát és a különféle zöldségféléket az elmúlt napokban vetették el, mintegy 40 hektárnyi földterületen. A terményeket nehéz sorsú embereknek adják majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 település vesz részt a programban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 9-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Csütörtök estig változó nedvesség tartalmú, labilis levegő áramlik térségünk fölé. Változékony, több helyen füllett, meleg időre van kilátás. Az előttünk álló éjszaka gyengén és erősebben felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. Helyenként zápor, zivatar is kialakul. Az északkeleti szél időnként megélénkül, de zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Zápor előfordulhat néhol. A keleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban gyengén és erősen felhős területek, illetve időszakok egyaránt várhatók. Több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Zivatar térségében a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hétvégéig még folytatódik a kora nyáriasan meleg idő. A jövő héten viszont hűvösebbre fordul az idő, így akkor már a május közepén elvárható értékekre számíthatunk.